Miután Zsiko Zoltánt a Tolna megyei közgyűlés alelnökévé választották, le kellett mondani a képviselői megbízatásáról a bátaszéki testületben. Helyét Molnár Péter vette át. Zsiko úr korábban a közművelődési bizottság elnöki feladatait is ellátta, ezért új bizottsági tagot kellett választani. A képviselőtestület úgy döntött, hogy Péter Géza tölti be az ülés követően a közművelődési bizottság elnöki feladatait, Molnár Péter pedig a közművelődési bizottságban, illetve a szociális bizottságban fog tevékenykedni az elkövetkezendő időszakban. A képviselők átvizsgálták azokat a rendeleteket, melyek kihatnak a lakosság fizetési kötelezettségeire. Ezek között szerepel például az adórendelet. A város vezetése polgárbarát döntést hozott. Sem a kommunális adó tekintetében, sem pedig iparüzési adó tekintetében nem változtat a jelenlegi mértékeken. Kommunális adó továbbiakban is 13 000 forint lesz évenként lakóingatlanonként, iparüzési adó pedig a 2%-os mértéken működik, úgy, ahogy az elmúlt évek során, most már azt lehet mondani, hogy 5-6 évvel folyamatosan. A legfontosabb kérdés az volt, milyen fejlesztési elképzeléseket fogalmaz meg a következő pályázati ciklusra a városi vezetés. A fejlesztések anyagi hátterét a Tolna megyei önkormányzat által kezelt TOP Plus program adja majd, mely ezekben az években 45 milliárd forintos keretet biztosít a fejlesztési programok finanszírozására. A gazdasági cselekvési programunk szerint milyen terveket fogalmaztunk meg az elkövetkezendő időszakra magunknak, hol láttuk, hogy szükséges a város fejlődését segíteni, és ezt most összehasonlítottuk azzal a pályázati kiírással, vagy azokkal a pályázati kiírásokkal, amelyek megjelentek, amelyek az elkövetkezendő időszakban 22 és 27 között Európai Uniós források felhasználásával segíthetik a város fejlődését. De mintegy 14 olyan projektelemet ismertettünk meg a képviselőtársakkal, amely a pályázatokhoz kötődően alkalmas lehet forrásszerzésre. Hosszas vita alapján úgy döntöttünk, hogy a pályázati kiírások figyelembevételével pályázatot kívánnánk benyújtani az idősek nappali ellátásának kialakításához, szeretnénk egy új idősek nappali ellátása intézményt építeni. Pályázni fogunk az óvoda konyha teljes korszerűsítésére, pályázni fogunk belterületi utaknak a felújítására. Gazdasági élénkítés szempontjából pályázni fogunk az agrárlogisztikai központ épületén belül technológiai berendezési tárgyaknak a beszerzésére. Fontos téma, hogy turizmus terén pályázatot kívánunk benyújtani a horgásztó korszerűsítésére, fejlesztésére és mellette egy szabadidőparknak a kialakítására. És hát a környezetvédelemmel is szeretnénk foglalkozni, hiszen pályázatot nyújtanánk be egykori hulladéklerakóval kapcsolatban a befejező munkák finanszírozására, illetve illegális hulladéklerakó felszámolására. Ezek lennének gyakorlatilag azok az elképzelések, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és hisszük, hogy ezzel a városunk fejlődését tudjuk majd elősegíteni. A város két gazdasági társasága, a Bátkom Kft. És a Marketing Nonprofit Kft. Is beszámolt a lassan mögöttünk álló év gazdálkodásáról. Összeraktuk, hogy milyen feladatokat szeretnénk, hogyha elvégeznének, és ehhez milyen forrásokat tudunk hozzárendelni. Hagyomány, hogy ezt fél évkor, illetve néhány hónappal az év vége előtt áttekintjük, hogy hol is tartunk. Azt tudtuk megállapítani, hogy mind feladatok végrehajtása tekintetében, mind a források bevételek tekintetében biztosítva van mindkét gazdasági társaságnak a működése ez év december 31-éig, sőt úgy alakultak a bevételeik, pályázatok mentén, illetve külsős vállalkozási tevékenységek mentén, hogy némi eredményre is szert tudnak tenni. Ez mindenképpen jó hír, hiszen ez igazolja, hogy mind a két gazdasági társaság jól végezte 2021-ben is a munkáját.